A tavaly szeptemberihez hasonló kirekesztés elleni kampányt indít a Ferencváros. A kezdeményezéshez Mutassunk példát címmel egy videó is készült, amelyben Fradi játékosok hívják fel a figyelmet a rasszizmus elleni harc fontosságára. A klub elnöke Kubatov Gábor szerint, ha nem téma az öltözőben, hogy a csapatban 5 vallás van jelen a nagyjából tucatnyi nemzetiségű játékos révén, akkor ez a lelátókon se legyen az. A múlt szombati Haladás Fradi bajnoki meccs. Ez a találkozó sajnos nem a szép cselekről és a látványos gólokról maradt emlékezetes, hanem a szurkolók rasszista megnyilvánulásairól. A hazai drukkerek többször huhogtak az FTC színes bőrű játékosainak, és a fővárosi szurkolók is rasszista jelzőkkel illették az ellenfelet. Ezért 400 000 forint pénzbüntetést is kaptak. We play for you. A Fradi a nagy vihart kavart összecsapás után jelentette be, hogy újabb kampányt indít a kirekesztés ellen. A kisfilmben a zöld-fehérek játékosai mondják el, milyen rossz érzés kirekesztő megnyilvánulásokkal szembesülni a pályán. A drukkereknek azt üzenik, hogy nem kell kevésbé vehemensen szurkolni, de a jó ízlés határait be kell tartani. Nagyon rossz érzés, ha valamelyik csapattársamat a szurkolók bántják a bőrszíne vagy a vallása miatt. Úgy gondolom, például a húhogás nem a pályára való. A Fradi egyébként tavaly szeptemberben is elindított egy hasonló akciót, amit a Magyar Fair Play Bizottság diplomával ismert el, és bekerült az Európai Szövetség időszakos kiadványába is. A klub elnöke szerint a rasszizmus elleni harc is egy mérkőzés, amit ugyanúgy meg kell nyerni. Ez a fiú példakép ma Magyarországon. Jöhetett bármilyen kultúrából, lehet bármilyen a bőrszíne, lehet bármilyen a vallása, példakép lett Magyarországon. Ennek a srácnak én nem tudom elmagyarázni, hogy miért húhognak a lelátón. A Ferencváros azt kérte a többi magyar klubtól, hogy ők is készítsék el a saját kisfilmüket, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetségtől is azt várják, hogy kampányt indítson a rasszizmus ellen.